Jó, Budapest Open Mic, itt vagytok! Nyissuk meg a bulit, Jó, hogy is volt? Én azt mondom, hogy open, ti azt mondjátok, Mike, open! Mike. Open! Mike. Open! Mike. Yes, sir! Jó! Ja. Aha. Yes, sir! Mint a budapesti csatornák, olyan mocskos a vérem. Fogom a sok szart és festek nektek is egy képet. Folyamat csak hajtottam, nem jött össze az élet. Minden évben megmondtam, hogy ez lesz az én évem. És most itt állok a stage-en, megvakít a fényen. Hallottad pár számomat, egyet nem nevezél meg. Kirúgtak a házból, de én beszöktem a résen. Megmutatom magam a zenében. Tisztelettel megérkeztem, és a tudatotokat megmérgeztem. Hídani megmondtam, nem értettek. Szél fel a gyengén, ezt éneklem. Mert a magam ura vagyok, nem félhettem. Olyat adabít, hogy kajakra elélveztem. Bocsáss meg uram, hogy ha valaha vétkeztem, de még nem végeztem. Én vagyok a fény és a spanom a fegyver. Az élet azt tanítja, hogyha kell valami vedd el. Lent akarnak tartani, erről szól a rendszer. Adok pár tanácsot, de ezt nem teszitek zsebre. A szavak mind üresek, hogyha nem követik tettek. Fel kell állni mindig, tök mindegy, hogy honnan estek. A saját játszandot esél, csak te lehetsz a nyertes. Az első helyet cél nem számít, hogy az milyen verseny. Dübörög a decibel, a hangerőt vedd fel. Vadabb a brigádon, mint egy ősember. Füstöl a csáraszában, mint egy lőfegyver. Pörög a nyelvem gyorsabb, mint egy jégfegyver. Én is el egy junioron nőttem fel, meg a veszélyes elemeken a vétett fej, ja, soha nem vétettem. Open Mic, itt vagytok! Tisztelettel megérkeztem, és a tudatotokat megmérgeztem. Hídani megmondtam, nem értettek, ja. Szél fel a gyengén, ezt éneklem. Mert a magam ura vagyok, nem félhettem. Olyat adabít, hogy kajakra élveztem. Bocsáss meg uram, hogy ha valaha vétkeztem, de még nem végeztem. Yo, Open Mic! Ey! Én azt mondom, hogy Széti, meg azt mondjátok, Kefel! T! Yes, sir! Itt vagyunk a házban! 2023 Budapest Open Mic! Kurva nagyok vagytok! Köszönöm szépen! Woo! CFL Davis! A zsűri a szó! Hello, csöcső! Szia, Davis! Szevasz! Csá, tesó! Figyelj, szerinte itt vagyunk, nézd! Szia. Jól vagy? Minden frankó? Hogy érezted magad? Jól éreztem magamat, nagyon köszönöm. Yeah, figyelj, szerintem úgy berúgtad most itt az open mic-ot, mint a mezeden lévő név. Úgyhogy gratulálok. Szerintem rúgták el olyat, mint a szoboszlai a hétvégén Montenegrónak. Gratulálok. Nagyon erős kezdés. Úgy. Ne felejtsetek el a végére, azért köszönöm. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon erős kezdés volt, és az elején egyébként, ami a videód volt, amit láttam is, meg az különösen nagyon tetszett, hogy volt angol is egyébként a szövegedben, most nem volt, de egyébként nekem ez is egy olyan flow volt, ami tetszett, hogy nem csak egy nyelven fogalmaztad meg, ami benned van. Plusz amúgy én meghallgattam a felvételeket is, amik fenn vannak tőled, és azok mind nagyon-nagyon profi cuccok. Te is kevered őket, meg masztereled? Nem, Héti Dominik csinálja a beateket, de ott vagyunk. Yeah, jár neki is a tisztelet egyébként. De ott vagyunk, tehát ott vagyunk az egész procedúránál, mindig beleszólunk, hogyha a beatbe, mit tudom, ezt kell változtatni, így akarom. Tehát érkezünk egy elképzeléssel, és együtt megvalósítjuk igazából. Yeah. És szerintem az is izgi benned, meg különleges, hogy vannak jó punchline-ok a szövegeidben, nem csak sallangos vakerokat Köszönöm. Hallunk végig, ami szerintem manapság egyébként tök ritka, szóval, hogy észreírsz szöveget, ami fontos és jó, hogyha tovább is viszed, izgalmas flow-kkal. Amit így kritikaként meg tudok fogalmazni, az, hogy még nem mindig hallom azt a srácot, akit felvételen is hallok. Felvételeken egy fokkal határozottabbnak érezlek, viszont szerintem ez rutin. És a Szoboszlai is sokat focizott, meg sokat edzett, mielőtt eljutott oda, hogy két gólt rúgjon Montenegrónak, meg a Liverpoolba játszon, úgyhogy szerintem neked is sikerülni fog. Köszi szépen, Davis! Hát akkor folytatnám is a vakert. Hallom, jól érezted magad. Egyébként, ahogy láttam, a közönség is jól érezte magát. Egyébként respekt azért, hogy ezt így tényleg kezdésnek benyomtad. Én azt vettem észre, meg írtam fel, hogy nekem volt egy-két olyan sor a szövegben, ami egy kicsit klisés volt, de attól függetlenül
nem tudom, nekem ez nagyon tetszett, kurva jó a karaktered, szabad káromkodni, ugye, ez egy open mic, nem felejtettem. Szóval kurva jó a karaktered, amit én még észrevettem, csak hogy ne az legyen, hogy szétajnározunk, hogy szeretném, hogy egy kicsit a hangoddal többet játszanál. Szóval a hanghasználatod, a hanglejtés, a hangtónus, de amúgy olyan kurva jó karaktered van, meg olyan színpadi jelenléted van, ami legtöbb embernek nincs, szóval kurva jó. Köszönöm. Igen, mindenképpen egy erős karaktert látok. Talán azt érezném, hogy, vagy meg is kérdezném, hogy mennyivel lenne másabb, ha autotune-t használhatnál. Egyébként nekem az magabiztosságot ad, meg én jobban szeretem a hangomat autotunnal. Meg egyébként ezt a szöveget, meg az egész zenét azután csináltam, hogy úgy volt, hogy bekerültem a döntőbe. Mert amikor jelentkeztem, akkor gondoltam, hogy hát biztos bekerülök a döntőbe. Aztán előadtuk a... Köszi. Előadtam a zenét, amit is láttatok a videón, és úgy voltam vele, hogy hát biztos, hogy nem kerülök be a döntőbe. Aztán bekapcsolódtunk a live-ba, és így teljesen meglepődtem, és akkor mondom, hát valami újat kéne hozni. És ezt egyébként a spanokkal, a CFL-lel csináltuk ezt a zenét, és utána külön írtam rá egy verzét, hogy valamit az open mic-ra elhozzak. De egyébként sokkal többet tudok ennél, meg sokkal többféleképpen tudom használni magasan, mélyen, különböző akcentusokkal a hangomat, úgyhogy ja. Nagyon erős nyitás volt. Köszönjük. Köszönöm szépen. Várjál, tesó, várj, egy kérdés. Én szeretnék annyit kérdezni, hogy neked mi a célod ezzel, amit most csinálsz? Mert én azt látom, hogy neked ez szívből jön, és meg akarok győződni róla, hogy tényleg így van. Hát ez a passionom igazából a zene, ez, hogy itt áll a közönség, soha nem léptem fel fele, vagy harmada, vagy tizede akkora közönség előtt, mint ami most van, úgyhogy ez... Igazából ez, mert szerintem a zene az egy olyan dolog, amiből az emberek kapnak valamit, de én lehet, hogy egyébként teljesen más dolgokat rakok bele érzelmileg, és ők megfognak egy-egy részt, és megértik, és nekem ez az, ja, hogy respect. Az embereknek tetszik. Ja, király, köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen!